Pozitív benyomást tett Paks a Virágos Magyarországért verseny zsűri tagjaira a város körbejárása során. A környezetszépítő versenyt 1994 óta rendezik meg hazánkban, 2002-ben pedig Paks nyerte meg az országos megmérettetést a városok kategóriájában. Idén a régióban 56 település nevezett be a versenyre. Folyamatosan mennek a települések zsűrizése, most körülbelül fél úton járunk, az 56 településből olyan 30 valahány van körülbelül ellenőrizve, folyamatosan töltjük fel a zsűri adatlapokat, és az eredményeket pedig majd szeptemberben fogjuk hivatalosan közzétenni. A verseny egyik fő célja, hogy hazánkban érhetőbb települések, városok jöjjenek létre, amihez többek között elengedhetetlen a zöld felületek fejlesztése. A zsűri a pontozásnál ezen felül többek között még azt is nézi, hogy az adott helyen milyen sportolási, kulturális lehetőségek találhatóak, amit Pakson is szemügyre vettek. Mindenféle kritériumot figyeltünk, a település központját, a közintézményeket, akkor a tereket, a lakosságnak a felkészülését olyan szempontból, hogy a köztereit, a családi házas övezetben az ő előtte lévő köztereit, hogy kezeli, a hulladékszállítást, tehát ténylegesen globálisan mindent néztünk. Nagyon pozitívak voltak az első benyomásaink. Azt vettük észre, hogy teljesen egy olyan kisvárost találtunk, amelyben élhető életet és fokozott civil kezdeményezéseket találunk, teljes aktív sportélettel, erre láttunk példákat is, és nagyon szémek, tiszták a közterületeik, tehát ez teljesen le vagyunk nyugözve első körbe. A környezetszépítő megmérettetésen összesen 100 pontot lehet elérni. Mivel a versenyen nagy hangsúlyt kap, hogy az elmúlt időszakban milyen fejlesztések voltak az adott településen, ezért a zsűri útvonalát úgy állították össze a paksi szervezők, hogy ezt meg tudják nekik mutatni. A grémium a prelátustól indult, és a körútja az Erzsébet nagyszállodánál fejeződött be. A tömbelsőknek a felújításáról fogunk beszélni, ők még nem látták. Itt a városban jelenleg 5 tömbelső került felújításra. Szeretnénk megmutatni 2 utcát is, mert az utcafelújítások is úgy történtek, hogy faltól falig, és a zöld felület is beletartozik. Így szeretnénk az Ötvös utcát, meg a Vörösmarty utcát is megmutatni. A zsűri a tervezett beruházásokat is megismerte. Többek között szó volt arról, hogy idén megújul a Váci utcai tömbelső, Dunakömlödön kialakítanak egy futópályát és fitnessparkot, amelyből Pakson is terveznek párat létrehozni, például a Kurcsatov utca mögötti területen, az úgynevezett parkerdőben.